A Roland standján vagyunk, ahol különböző bemutatókat is fogsz tartani. Hát igen, én napi kétszer fogok a Boss GT10-esről bemutatót tartani, de nem csak én, hanem a kollégák is. Tehát lesz az új RD700 GX-ről, az új Phantom G7-esről, a Juno Stage-ről, valamint a dobokról, a HD1-ről és a TD9 KX-ről. És van egy új hangszer, ez pont itt van, ez a GV8-as, ez is egy nagy durranás, ezt is bemutatja Mayer Robi barátunk. Mi a véleményed a hangfoglalásról? Te azért jó per külföldi hangszerkiállításon is részt vettél már. Szerintem egyre jobb lesz, nekem nagyon tetszik az idei, annyira kitett magáért minden cég. Szerintem mindenki elkezdte érezni, hogy ez mennyire fontos dolog. És az, hogy nem, szerintem nem csak a Rolandosok nevében beszélek, az, hogy laikusok is bejönnek ide, ez egy óriási dolog, mert ha valaki emiatt kezd el valami hangszerrel játszani, attól csak több lehet az az illető. Illetve hát ez ugye a maguknak a hangszeres cégeknek is nagyon jó dolog. Most már a neten egyre több információt találhatunk a hangszerekről, meg a különböző eszközökről, mégis miért fontos az, hogy legyen ilyen kiállítás? Hát a hangszer az szerintem egy elég különleges árucég, ugyanúgy, mint a zenész, valahol egy különlegesebb ember. Szerintem nagyon fontos a személyes kontaktus, tehát akár egy gitárt nagyon személytelen az internetről megvenni, de ugyanígy igaz a zongorákra. Meg lehet hallgatni demókat az interneten, de mégis sokkal testközelibb információkat kap az ember, ha önmaga próbálja ki, meg hát mindenki másra kíváncsi, mindenkit más érdekel, és hát ez a szuper ebbe az egészbe, hogy itt tényleg mindent ki lehet próbálni. Te itt dolgozol, viszont körbe szoktál járni, hogy még mi van itt? Ma még nem volt időm, de holnapra beterveztem egy körbe mászkálást. Miközben pakoltunk be tegnap, akkor úgy nézegettem, és nagyon, nagyon jó, tényleg nagyon szép standokat láttam. Jó, köszönöm!